Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Ez a felvétel egy személyes jóslás lótusz virág számára. Kedves lótusz virág, üdvözöllek téged. Itt ennél a kirakásnál megtekintjük azt, hogy mi a terve, utána áttérek az asztrológia területére. Ez a kép ott fent mutatja az ő jelenlegi helyzetét. A képen látható a nulla szám. Ennek is van egy jelentése. Utal az ő gondolataira és az ő terveire, de még nem a tettekre, mert nem tudja, hogy tudná ezt megvalósítani, mert még bizonytalan. Itt a képen látható egy kígyó, az mindig megújulásokra utal, benne van ebben a változásban. Ott felül a képen látható egy hölgy, ez utal a múltjára, amit ő most lezár. Itt vannak fájdalmas emlékek, emiatt még bizonytalan, hogy legyen-e egy új kezdet. Ő nyitott erre, de várakozik, és figyeli az eseményeket. A következő kártya mutatja az ő terveit. Itt ezen a képen láthatunk egy fát. Az azt jelenti, ő szeretne valahol legyökerezni. Ezen a képen nem csak a fa látható, hanem egy kislány, az utal gyermekekre, vagy az ő gyermekkori emlékeire. De ez a kislány tanul valamit. Ez lehet, hogy jelenti azt, ahogy ő most látja a dolgokat, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Ő tanul most valamit. És a képen látható bagoly szimbolizálja az éjszakát, tehát itt álmokról van szó, vagy ilyen belső lelki dolgokról, amit még a bagoly jelent, ez a bölcsesség. Ő szeretne okos döntéseket hozni, ami a célja, hogy legyökerezzen nem csak ami az anyagi dolgokat, vagy a munkát illeti, vagy azt, ahol ő most él, hanem utal a párkapcsolatra is. Az azt jelenti, ő akar egy tartós párkapcsolatot kiépíteni. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi áll nála a középpontban. Ez a kártya szimbolizálja a napot. Az azt jelenti, ő szeretné kinyitni a szemét és látni a valóságot. Ahogy a képen látható, itt van egy ilyen fekete folt, ami arra utal, hogy vannak bizonyos dolgok, amit nem lát, vagy nem akar látni. De fontos számára a valóság, valamit ki akar deríteni. A nap szimbolizálja a nyári hónapokat is, tehát a nyár folyamáig lesznek itt változások. Amit még a nap jelent, ez a kisugárzás, a fellépése, ez a magabiztos fellépése, ami azt jelenti, ő tudja, hogy mit akar, akkor is, ha még nem beszél a céljairól. A következő kártya mutatja az ő környezetét, azt is, hogy ki vagy mi hat rá. Ez a kártya ott fent jobb oldalon mutatja azt, hogy ő mennyire sebzett. A környezete nincs jó hatással rá, és szerintem pontosan az, amit ő le akar zárni, és akar változásokat, az lehet egy költözködés is. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy milyen változások lesznek nála. Ezen a képen ott bal oldalon egy hölgy látható, és a kezében van egy ilyen nagy csésze.
ami a víz elemét jelenti, és a víz eleme utal érzelmekre. Most képzeld el, hogy ő ül itt, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van, ez az ő csészéje, ez az ő érzelmeire utal. Alul ott kicsit olyan sötétebb ez a víz, az jelenti a félelmeket, a bizonytalanságokat, és felül ott a levegőben a lepkék jelentik azt, hogy ő felszabadult. Ezekből a helyzetekből átette magát a félelmeken, és pontosan ezeken a változásokon éli át most magát. A következő kép arra utal, hogy hogy tekint feléd. Ezen a képen látható egy királynő, és uralkodik a tűz eleme felett. Az ő szemében te vagy ez a királynő. A tűz eleme jelenti a te bátorságodat, a lelkesedésedet, és a testi kapcsolatot is. Ez a vonzalom is megvan kettőtök között. A kezedben ott van ez a varázspálca, ami ezt a varázslatos kisugárzást mutatja, a vonzalmat kettőtök között. A következő kártya azt mutatja, hogy van-e egy másik nő az ő életében. Ezen a képen ott lent bal oldalon egy férfi látható. Az azt jelenti, hogy ez a hölgy, aki egy szerepet játszott az ő életében, ez le van zárva, és ennek a nőnek van egy új párkapcsolata. A következő kép azt mutatja, hogy viszonyul ő ehhez a hölgyhöz. Ez a kép utal a belső kiegyensúlyozottságra, a harmóniára, akkor is, ha itt vannak fájdalmas emlékek és csalódások, ő olyan békésen szeretné lezárni a dolgokat, minden veszekedés vita nélkül. A következő kép azt fogja mutatni, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. A képen látható könyvek utalnak a te tudásodra, és ő ezt értékeli. Azon kívül ezen a kártyán látható a levegő eleme. Az utal a felszabadulás érzésére, az azt jelenti, ami nála történt a múltban. A fájdalmas emlékek, vagy mindaz, ami nyomasztó számára, azt le tudja zárni a te segítségeddel, mert te szabadítod fel őt. Azon kívül a levegő eleme utal a kommunikációra, és számára fontos az, hogy mindent megbeszéljetek egymással. A következő kártya mutatja azt, mit tudsz annak érdekében tenni, hogy javuljon a helyzet. Ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. Ha ennek tudatában vagy, hogy te szabadítod őt fel, hogy legyen egy közös jövő, és ő boldog legyen, élvezze az életet, ez itt a te szereped, akkor tekints így a jövőbe. Lehet, hogy a jelenlegi helyzetében még vannak nehézségei, vagy nem nyitott érzelmekről beszélni, de ne légy emiatt szomorú, hanem mint ahogy a kép mutatja is, tekints a jövőbe, mert van egy cél, van egy közös jövő, amire a levegő eleme még utal, mint ahogy a másik kártyánál megemlítettem, ez a kommunikáció. Ez fontos, hogy megbeszéljetek bizonyos dolgokat egymással. A következő kártya utal a jövőre. Ezen a képen ott lent jobb oldalon, ami a jövőre utal, a hold látható.
És ez jelenti az érzelmeket, a vágyakat, kívánságokat, reményeket, álmokat. De azt is, hogy egy álom megvalósul. Ha ő a te álmod férfia, akkor ez úgy lesz, hogy lesz köztetek egy közös út. Ha nem ő, a nagy ő, hanem egy másik férfi, akkor azt kapod meg. Mert te irányítod a dolgokat, amiről te álmodozol, az lesz valóság. És most áttérek az asztrológia területére. Abban a pillanatban, amikor és ahol te megszülettél, a bika jegyekelt fel a keleti határon. Az indiai számítás szerint ez a te lagnád vagy aszcendentusod. Ezen a képen látható a te horoszkópod az indiai számítás szerint, és te megtalálod a bika jegyét ott felül, balról tekintve a harmadik kockában. Ott van egy ilyen srég vonal, ami az aszcendentusodat jelenti. Ez kihat a külsődre, kihat a személyiségedre. A bika jegyénél van egy olyan nyugalmas, szép kisugárzás, nem hiába, mert a bika jegye felett Vénusz bolygó uralkodik, te szereted a szép környezetet, te élvezed az életet, és másokra kihatsz ezzel a nyugalmas fellépéseddel. Sokan keresik a kapcsolatot veled, mert van ez a megnyugtató hatás tőled, ami kihat másokra is. Ami számodra még fontos, a biztonság érzete és az anyagi biztonság. Van két holdcsomó, Ráhu és Kétu. Kétu utal a múltra, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. És Ráhu, szintén egy kármikus csomó, utal egy új irányra, egy új életterületre, amire a lelkünknek szüksége van, de itt nem ismerjük ki magunkat. Mindkét holdcsomó mozog. Ráhu, ez a felfele mozgó holdcsomó jövő év márciusáig a bika jegyében mozog. És mivel nálad a bika jegyében van a te aszcendentusod, és ezzel indul az első életház, itt most Ráhu hatása alatt vagy. Valami változik a külsődön, a fellépéseden, változik valami a környezetedben. Itt lesznek újdonságok. Ez kihat rád jövő év márciusáig. A bika jegye mellett ott van az ikrek jegye, ott fent jobb oldalon. Itt nincs bolygó. Ez lenne a kettes életház, ami anyagiakra utal, értékekre, belső értékekre is. Az ikrek jegye alatt ott van a rák jegye, az a második kocka ott felülről. Itt sincs bolygó a horoszkópodban, ez lenne az élet iskolája, ahol be kell bizonyítani magadat az életben. Itt nincs nálad bolygó. Aztán jön az oroszlán jegye, ez a négyes életház. Utal az otthonodra és az alapokra. Erre az alapra építed fel az életedet. Itt található nálad egy visszatekintő Mars bolygó, ez utal kármikus témákra. Mars
nem csak az erődet jelenti, hanem a lelki társadat. Ő visszatér az életedbe. Itt van egy visszatekintő Jupiter bolygó, ami mutatja a te nagyságodat, és szerencsét is hoz, viszont Rahu is itt található ebben a négyes életházban az oroszlán jegyében. Ez a kármikus csomó, egy életterület, ahol te nem ismered ki magadat. De szükséged van ezt megismerni. Ez a férfi segít neked ebben. Ez arra utalhat, hogy te keresed az otthonodat. Egy helyet, ahol úgy érzed, itt van az alap, itt le tudsz gyökerezni. A következő kockában van a szűz jegye és az ötös életház, ami a gyermekekre utal. De a te gyermekkorodra is jelenti az életörömöt is. Itt található nálad egy visszatekintő Szaturnusz bolygó, és az utal kármikus témákra, utal a múltra, a gyermekkorodban szigorú nevelésre utal, korlátozásokra. Egy visszatekintő Plutó bolygó szintén itt az ötös életházban található. Mivel itt az élet örömökről van szó, és Plutó bolygónál a szexuális témák vannak, mert e felett uralkodik Plutó, itt lehet nálad egy bizonyos téma, ahol megtanulod azt, hogy élvezd az életet, annak ellenére, hogy volt ez a szigorú nevelés. A következő kockában a hatos életház van, az lent jobb oldalról a második kocka, itt a mérleg jegye található, és utal a munkádra. A mérleg jegyénél szép környezet van, kreatív munka, amit te kedvelsz, de itt nincs bolygó nálad. Aztán következik a hetes életház, balról tekintve a második kocka, itt van a skorpión jegye, és ez a hetes életház utal a párkapcsolatra. Itt található Uránusz bolygó, ami utal változásokra, különleges helyzetekre, és Neptun bolygó, ami mutatja az álmokat. Itt egy álom megvalósul, ha hiszel benne. A skorpión jegyénél a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről, és itt mindig vannak ezek a változások. Ha félelmeid vannak, vagy bizonytalan vagy, akkor nem mennek előre az események, viszont ha bízol abban, hogy minden jóra fordul, akkor így folyamodnak előre az események, és így éled az álmaidat. Visszatérve a hold csomóra. Kétu a lefele mozgó hold csomó utal kármikus témákra, utal a múltra. Ez a hold csomó jövő év márciusáig itt mozog a skorpión jegyében, és te ezt átéled a hetes életházban, ami a párkapcsolatra utal. Ennek a hatása alatt állsz. Itt jönnek emlékek, vagy egy férfi visszatér az életedbe. A következő kocka ott lent bal oldalon utal a nyolcas életházra, ami a halált jelenti. Természetesen lehet egy haláleset, egy örökösödési ügy is, de ennek az életháznak szimbolikus jelentése van, amikor bizonyos dolgokat le kell zárni az életben, hogy kezdődjön valami új. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, tárgyak, vagy bizonyos helyek. Itt található nálad a nyilas jegye, de bolygók nélkül. Aztán felette van a kilences életház, ami
külföldre utal, utazásokra, külföldi kapcsolatokra, de ez az út lehet egy belső út is. Itt van nálad a bak jegye. Itt mozog ez évben Szaturnusz bolygó, ami kihat a sorsodra. Itt lesznek külföldi kapcsolatok, utazások, vagy mint mondtam, egy belső út is lehet. Nem csak Szaturnusz bolygó mozog itt, hanem Plutó bolygó is, és mutatja, hogy mennyire fontos, hogy ide tekints. Április hónapban itt van még Jupiter, ez szerencsét hoz, lehetnek jó külföldi kapcsolatok. Májustól elbúcsúzik Jupiter a bak jegyétől, de visszatér év végén, október-novemberben újra itt lesz a bak jegyében. A tízes életház a felette lévő kocka, ez utal a hivatásodra, a nyilvánosságra, itt van nálad a nap, ami mutatja a te fellépésedet, itt van Merkur bolygó, itt tudsz cselekedni, vannak jó kapcsolatok, és itt látható Kétó nálad, a lefele mozgó holdcsomó, ahol kiismered magadat, mert ezt átélted a múltban, a korábbi életedben. Aztán következik a 11-es életház, ott fent, bal oldalon, ami utal kapcsolatokra, barátságokra, ismerősökre, de ez a reményháza, és itt álmokról van szó. Ha ebben hiszel, akkor az megvalósul. Itt látható Vénusz bolygó, ami utal a te nőiességedre és a párkapcsolatra is, a szerelemre. Aztán következik ott a második kockában a 12-es életház, ami utal a visszahúzódásra és a titkokra. Itt található nálad a hold, és a hold uralkodik az érzelmeid felett, az számodra mindig jó, ha visszahúzódsz néha, mert ez számodra megnyugtató. De megvannak az érzelmeid, és gyakran érzed azt, hogy mi következik a jövőben, mert tudod, érzed ezeket a titkokat. Most megtekintjük az ő horoszkópját. Ehhez hozzá kell tennem, hogy nála nem tudjuk azt, hogy melyik bolygó, melyik házban van, mert nem tudjuk azt, hogy hány órakor született. Ami itt látható, hogy melyik bolygó, melyik jegyben található. A te horoszkópodban a nap az a vízöntő jegyében van, és az ő horoszkópjában a nap ott lent bal oldalon a nyilas jegyében van. A vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, a nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik, és a levegő és a tűz barátságban van, tehát itt megvan köztetek a harmónia. A te horoszkópodban a hold az a kos jegyében van, nála pedig a hold az oroszlán jegyében van, mindkettő a tűz eleméhez tartozik, itt is megvan köztetek a harmónia. Vénusz bolygó nálad a halak jegyében van, ahol Vénusz bolygó nagyon jól érzi magát, itt ki tud bontakozni, ez mutatja a te nőiességedet és a kreatív munkát is. Nála Vénusz bolygó a bak jegyében van, de itt is megvan a jó kapcsolat, mert a víz eleme és a föld eleme harmonizál egymással. De ő, mivel Vénusz bolygó a bak jegyében van, kicsit konzervatív, így nem tudja olyan nyíltan kimutatni az érzelmeit a nőkkel szemben, de ha ő azt mondja, hogy szeret téged, ebben megbízhatsz, mert ő komolyan veszi
az érzelmeket. Szaturnusz bolygó, a sorsok bolygója most itt mozog a bak jegyében. Plutó is, egy ideig Jupiter is, mindez kihat rá, és kihat a párkapcsolatra, mert Vénusz bolygó szimbolizálja a párkapcsolatot. Nálad Mars bolygó, ami utal az erődre, de a lelki társadra is visszatekintő, itt vannak kármikus témák, nálad az oroszlán jegyében van, ugyanúgy, mint nála a hold, szintén az oroszlán jegyében van, itt van köztetek egy harmónia, amit kihat az ő érzelmi világára, mert a hold szimbolizálja az érzelmeket. Nála Mars bolygó, az a Skorpión jegyében van, ami a víz elemét tükrözi, itt érzelmekről, gyakran mély érzelmekről van szó, fájdalmakról is, itt fontos számára egy lehetőség, egy kiút, és nála itt vannak most kármikus témák, mert Kétó, ez a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, itt mozog most a Skorpión jegyében. Mivel nála Mars bolygó, ami az ő férfiasságát jelenti, a Skorpión jegyében van, és ez jelenti a víz elemét, és nálad Vénusz bolygó, ami a te nőiességedre utal, a halak jegyében szintén a víz elemében van, itt is megvan köztetek az egyhang. Kedves lótuszvirág, így tudtam ezt a párkapcsolatot elemezni, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!